És egy szomorú esettel, egy tragikus esettel megyünk tovább. Ugye Emiliával már említettük ugye a mai adásunkban azt, hogy játékvezetőknek a legnagyobb hőségben kellett futniuk pénteken. És volt egy áldozat, 54 éves korában hunyt el, Komlósi Lajos játékvezető. A hozzátartozóknak és a családtagoknak innen a stúdióban mondhatjuk azt el, hogy fogadják őszinte részvétünket. Radák Zsolt egyetemi tanára vendégünk, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Egészen elképesztő, szomorú ez a helyzet. Egy olyan pillanatban, amikor egész nap azt hallottuk a rádióba, a sajtóba, a tévébe, hogy mindenki maradjon otthon, senki ne mozduljon ki, senki ne végezzen megterhelő fizikai munkát, hogy vannak ilyen emberek Magyarországon, akik nem, ezt még meg se hallják, de hogy még el se tudnak azon gondolkozni, és futtatnak a legnagyobb hőségben játékvezetőket. Szóval lehetett volna ezt gondolni ebből előre azt, hogy ebből tragédia is lehet, ön szerint? Hát ez a magas hőmérséklet egyértelműen növelte a rizikófaktorát a különböző baleseteknek, és hát sajnos egy ilyen történt, ami borzasztóan sajnálatos. Persze nő a rizikó ilyenkor, de nem lehetett előre ezt tudni, hogy ez fog történni. Tehát, na de hát a mentősök is figyelmeztették ott azt, aki ezt a tesztet futtatta, hogy ebből baj lesz. Igen, hát ahogy említettem, ez sokkal nagyobb rizikót jelentett, mint 20 vagy 30 fokos. Hát ez olyan, mint a vízi mentőknél, amikor azt mondják, hogy látja valaki a jelzést, hogy vihar közeledik, az ne menjen be a vízbe. Ha azt mondják, hogy menjenek be a vízbe, akkor ezért mondjuk a felelősséget valakinek vállalnia kell. Tartozik ezért a halálesetért, tragédiáért ön szerint valaki ilyenkor felelősséggel? Meg nem tudom, azt hiszem, hogy jelenleg én legalábbis nem vagyok a birtokában annak az információnak, hogy mi okozta a halált. Tehát ezt jó lenne tudni. Nem tudhatjuk igazából. 40 fok magas hőmérséklet, de ez nem jelent. Árnyékban. Így van. Ez nem jelenti azt, hogy ez egyértelműen tragédia az eredetet. Csak előre szeretném jelezni, hogy a következő olimpiát Tokióban rendezik, ahol a hőmérséklet e körül lesz, a páratartalom borzasztó magas, ami azt jelenti egyértelműen... Még nehezebb a szervezet. Sokkal nehezebb lesz, mint itt 40. Igen, de szerintem az megint más, hogy valamire előre rá lehet készülni. Ezért viszik a különböző játékosokat is, amikor készülnek egy másik kontinensen játszani, olyan edzőtáborokban hasonlóak a körülmények. Na igen, de itt a megyei vezetők állítólag pont ezzel érveltek, hogy hát fel kell készülni arra, hogy a pályán meccs közben is lehet meleg. És ez volt az érv, hogy le kell tudni. Igen. Futni. Amennyire én tudom, tegnap megkérdeztem, ez UEFA előírás, és tulajdonképpen a jelen esetben készen 12 vagy 21 percet kellett szabadon választott iramban megtennie a játékvezetőnek, ami azt jelenti, hogy nem kellett neki maximális erőbeadással futnia, ha sétál, akkor sétál, ha kocog, akkor kocog. Mondja el ezt majd nekünk, legyen olyan kedves tanár úr, hogy egészen pontosan, hogy körülbelül mi történik ilyenkor nagy hőségben az emberi szervezettel. Meg hogy miről szól mondjuk egy edzés, egy normális edzés. Mit jelent ez, hogy felkészülni valamire? És mit jelent az, hogyha valaki azt mondja, hogy nekem fáj a térdem, és szeretnék nem futni például? Mert hogy állítólag Komlósi Lajos ugye a futást megelőzően ugye tért fájdalmairól panaszkodott. Így van. Hát először is az én generáció még abban nőtt föl, amikor azt tanították nekünk, hogy edzés közben, vagy verseny közben nem szabad folyadékot felvenni, mert ez rossz. Ez eleve egy nagyon rossz tévhit volt annak idején egyértelműen. Ma már bizonyára nagyon komoly adatok alapján ezt tudjuk, hogy ilyen komoly hőségben a testhőmérséklet jelentősen emelkedik, amit a testedzés aztán tovább emel. Ilyenkor nagyon nagy szükség van arra, hogy pótoljuk a folyadékokat, hogy megakadályozzuk a jelentős testhőmérséklet emelkedést. Ilyenkor persze a véráramlás is azt szeretné, hogy minél több hőt adjunk le, tehát a periféria bőr felé megy a vér, így aztán kevesebb jut akár a szívbe, és a stroke volume is csökken, vagy akár a vázizomba is. Tehát
a vér az átrendeződik, a véráramlás. Ez persze oka is lehet különböző betegségnek, főleg akkor, ha valaki erre valamilyen módon még érzékenyebb is a többinél. Tehát a hőmérséklet ilyen módon egyértelműen emeli a kockázati tényezőjét, az ilyen betegségek. Egy 54 éves férfi nagyobb kockázatnak van ilyenkor kitéve, mint mondjuk egy 30 éves? Hogy egyértelmű. Az életkor az növeli a kockázatot. Minél idősebbek vagyunk, annál nehezebben tudunk hőt leadni. Ami nagyon fontos. Talán mindenki tudja, hogy ahogy mozgunk, ugye hőt kell leadnunk, izzadunk közben. És az edzett versenyek sokkal gyorsabban izzadnak, mint az edzetlenek, sokkal gyorsabban képesek hőt leadni. És ahogy öregszünk, a hőleadási képessége a szervezetnek ez romlik. Az életkoron kívül mondjuk milyen kockázati tényező van még? Hát a dehidratáció. Nem tudom, például ugye ez 11 óra körül történt. Igen, 11-30 körül. Akkor borzasztó meleg volt. Nem tudom, hogy Lajos vajon vette magához megfelelő mennyiségű folyadékot, vagy sem. Ugye ha a hőmérséklet emelkedésével sokkal nagyobb mértékben párologtatunk, a vér is sűrűbb lesz, tehát ilyenkor nagyon nagy mértékben szükségünk van arra, hogy pótoljuk a folyadékot. Az egyébként stimmel, mert futásnál lehet hallani, hogy ha az ember fut, akkor nagyjából egy 10 fokkal érzi magasabbnak a hőmérsékletet, mint ami amúgy van, ez stimmel? Intenzitástól, külső hőmérséklettől, páratartalomtól, sok mindentől. Sok mindentől. Amit így említett, a tokiói olimpiát. Oké, hogy elmennek nyilván versenyzők hasonló éghajlatú területekre edzőtáborozni, de ezen kívül erre hogy lehet fölkészülni? Hát a Tokióban elsősorban a páratartalom lesz a gyilkos az európaiaknak. Ugyanis a 80-90%-os páratartalom az jelentősen csökkenti a hőleadás képességét. Ezt nehéz lesz itthon mimikálni, de hát persze erre is van lehetőség. Erre hogyan? Fel kell készülni. Például egy olyan szaunaféle dolgokban, ahol eleve gőz van, tehát gőzben. Ami egy kicsit edzeni kell szervezetet, aztán lehet, vannak olyan kísérletek, próbáltak olyasmit, hogy forró vízben, vagy 40 fok körüli vízben is mozgásokat csinálni. Mindenfélét próbálnak azért, hogy a szervezet ellenállását a hővel szemben javítsák és növeljék. Nagyon-nagyon sajnáljuk a beszélgetésünk apropóját, de ezzel együtt szeretnénk az illetékeseket is természetesen megszólaltatni. Előbb vagyunk itt a stúdióban. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.